Akkor szeretettel köszöntöm a kórház dolgozóit, valamint a sajtó képviselőit. Nagyon szépen köszönöm, hogy megjelentek, és úgy gondolom, hogy ismét egy meglehetősen nagy pillanat kapujában, hiszen a karácsony átadás után ismételten segítséget nyújt az Országos Mosoly Egyesület a Mezőtúri Kórház gyermek és csecsemő osztálya részére, ahol a fővárosi kérésére egyéb a betegellátást elősegítő eszközöket, valamint a gyermekosztály komfortosításának a hozzájárulásával segítettük a gyermekosztályt. Azt, hogy milyen eszközökről van szó, azt a főorvos úr majd el fogja mondani nekünk. Úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk gyümölcsöző volt eddig, és lesz a jövőben is, úgyhogy hivatalosan átadom általános átvételi jegyzőkönyv formájában ezeket az eszközöket, és ettől a pillanattól kezdve a kórház tulajdonát fogja képezni. Jó, és nem is szeretném rabolni a szót, akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy a kórház vezetősége és a Mosoly Egyesület nevében szeretnénk megköszönni a helyi és környékbeli vállalkozóknak azon lelkes adományozásukat, melyek hozzájárultak ezen a műszereknek a beszerzéséhez, és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk a segítségükre, hiszen láthatják, hogy mindkét alkalommal az az összeg, amit az Egyesületünk kért, az valóban ide került, és úgy gondolom, hogy a jövőben sem lesz ez így másképp, sőt, ha még több adomány jön össze, akkor még több segítséget fogunk tudni nyújtani a kórház részére. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük a segítséget. Én ezt a köszönetet, amit a Nagy István, a Mosoly Egyesületnek az elnöke megtett, azt csak megerősíteni, meg megismételni tudom. Az a tény, hogy a környékbeli vállalkozók ismételten segítettek az Egyesületnek abban, hogy minket műszerekkel ellássanak, ez rendkívül jól esik, és amellett, hogy köszönetet kell mondjunk, amellett én úgy érzem, hogy maximálisan megbíznak a gyerekosztályban és a gyerekosztály dolgozóiban, úgyhogy ismételten köszönöm. A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet gyermekosztálya a Mosoly Egyesület jóvoltából különböző adományokban részesülhetett. Milyen a kapcsolat a kórház és az Egyesület között? A kórház és az Egyesület között már 2 éve nagyon jó a kapcsolat. Egy szerződés jött létre a főorvos úr, az igazgatóság és az Egyesület vezetőségek között még a tavalyi évben. Legelőször első alkalommal karácsonyra hoztunk a kórházra gyermekjátékokat, illetve olyan eszközöket, amit a doktor úr kér. Majd ezt folytatva, ezt a segítségnyújtást folytatva a helyi és környékbeli vállalkozókkal együttműködve, a főorvos úr kérésének eleget téve hoztunk most műszereket a kórház gyermekosztálya részére. Pontosan milyen műszerekről beszélhetünk? Elsősorban, amik a mindennapi gyógyítást segítik elő, ezben vannak gyógyszerporlasztó gépek, akkor inhalátorok, inframasszírozók, pulzoximéterek és egyéb olyan eszközök, amelyek tényleg a mindennapi munkájukat segítik elő, akár a nővéreknek, akár az orvosoknak, valamint még hozzájárultunk a gyermekosztálynak a kifestéséhez is, ami speciális festék, egy gyermekbarát festékkel is támogatjuk a kórházat, valamint egy klímaberendezést is vásároltunk az ügyeleti részre, hogy az orvosoknak még könnyebb legyen elviselni azt a hatalmas hőséget, ami például az utóbbi időben is volt. Kiknek a segítségével valósulhatott meg ez az adományozás? Igen, amit azt említettem, az a helyi és a környékbeli vállalkozókat megkeresve, telefonos megkeresésre kértük a segítségüket, és bizonyítékú szolgál az is, hogy tulajdonképpen az, amit kértünk összeget tőlük, amire kértünk, és ők, amit felajánlottak, mert minden vállalkozó tulajdonképpen annyi pénzt ajánlott föl, amennyit ő megtehet, és ennek az összegeknek az összegyűjtéséből jött össze a pénz. Várható-e még ebben az évben, vagy esetleg a későbbiekben hasonló adománygyűjtés? Ebben az évben már szerintem nem, ha csak nincs egy olyan nagy lelkű felajánló vállalkozó, aki tényleg olyan összeget ajánl fel a kórház részére, hogy abból meg tudjuk venni azt a műszert, amit a főorvos úr fog majd tőlünk kérni. Miután az átadás megtörtént, a főorvos úr elküld nekünk ismét egy listát, és ez alapján a lista alapján fogjuk ismét elkezdeni a gyűjtést, és beszerezni ezeket az eszközöket a kórház részére.
ha magánszemélyek szeretnének adományozni, kit kell felkeresni? Van egy honlapunk, ez a www.mosolyért.hu. Itt minden információt megtalálnak az egyesületünkről, és arra kérünk mindenkit, a bizalmatlanság elkerülése véget, hogy mielőtt bármit is adnának, akár az egyesületünknek, akár bármelyik non-profit szervezetnek, nézzen utánunk, nézze meg a honlapunkat, ott minden videót megtalálnak, feltöltött fotókat a galériába, információt az egyesületről, valamint ha szükséges, akkor hívják fel a kórházat, gyermekosztályvezetőjét, és ő pedig hiteles információt fog mondani az egyesületünkről, hogy a pénzük valóban oda került, ahová azt kértük. És még egyszer nagyon szépen köszönjük azt a segítséget, amit az előző adomány alkalmával és a mostani adomány gyűjtésével is tulajdonképpen segítették a kórházat. Köszönjük szépen még egyszer. Mit tudhatunk a különböző eszközökről, amelyeket az adományozás alkalmával a kórház kapott? Miért fontosak, mire kell őket használni? Köztudott, hogy a mai magyar egészségügyben létszámhiánnyal küszködünk folyamatosan. Most ezek az eszközök, ezek segítik a mi munkánkat. Elsősorban a nővéreknek a munkáját, akkor, amikor egy éjszaka 15 gyerekkel itt van egy nővér, felügyelni kell a gyerekeket, ahhoz feltétlenül szükségesek gépek, amik a betegeknek az őrzését biztosítják. Valamint emellett olyan készülékeket kaptunk, amik a fulladó, surutos gyerekek folyamatos párásító, inhalációs, gyógyszerporlasztós kezelésében rendkívül fontos szerepet játszanak, és amik nélkülözhetetlenek a modern kezelésekben. Az imént elhangzottakon kívül mire lenne még szüksége a kórháznak? Hát jelen pillanatban a gondolataink mindig az irányba tartanak, hogy tudjuk megkönnyíteni a munkánkat, és hogy tudjuk biztonságosabbá tenni a betegellátást. Mindemellett vannak olyan használati eszközök, drága használati eszközök, amik elromlanak, és ehhez alkatrészellátáshoz kérünk segítséget. Van egy autoemissziós készülékünk, amelyiknek a szenzora az évente el szokott romlani, az rendkívül megterhelő a beszerzése, úgyhogy, és mindig problémát jelent, 2-3 hónapot kell várjunk arra, amíg megérkezik az új szenzor, és ezt szeretnük áthidalni azzal, hogy egy új ilyen szenzort veszünk.